Stay a while and listen. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Boomer Gamer GameKapocs.hu podcastja. A második szezon kezdjük ünnepélyesen. Mai beszélgetőtársam Belfi, aki régi harcostársam, nem csak a gamingben, hanem egyéb az élet más területein is. Lehet, hogy majd erről szó lesz. Szia Belfi, mi újság, hogy vagy? Szervusz Geri, szervusztok, kedves hallgatók! Köszönöm, remekül vagyok, és köszönöm egyúttal a meghívást is. Nekem megtiszteltetés. Ajjaj. Ez csodálatos, kölcsönösen tiszteljük egymást, és főleg a hallgatókat. Így van. Annyit kell tudni, hogy nem merünk ékszámokat mondani, ugye azt nem merünk, mert nagyon kínos lenne, de nagyon régóta játszunk, és nagyon régóta játszunk együtt. Hát úgyhogy ennek ellenére szeretném, hogyha így visszarévedeznénk a múltba, hogy hogy indult ez az egész, és amit még nem tudok rólad, akármennyire is azért elég sok mindent tudunk egymásról. De igazából arról soha nem beszéltünk, és gondoltam, legyen ez egy spontán része a műsornak, hogy elmeséled, hogy te hogy találkoztál a videójátékokkal először, és mi volt a legelső játék, amire rácsodálkoztál? Hát a helyzet az, hogy van egy korai mérföldkő az én játékos karrieremben, ami elég elhomályosít mindent, annyi időt töltöttem vele, erről majd biztosan beszélünk később, kicsit részleteiben, de ez természetesen nem más, mint az EQ2. És közben előtte, nem sokkal előtte vásároltam egy olyan számítógépet, ami egyáltalán játékra alkalmas. És nekem ezek kiestek, ezek a mindenféle korai házi számítógépek, amiket nem... Nekem az abszolút. Mert akivel eddig beszéltem, meg az legtöbb ilyen helyen azt hallom, hogy hát a haver apukája kijárt Németországba, és akkor bejött valahogy egy C64 az országba, és vagy bementem a, mit tudom én, a Vidámparkba, és ott volt egy Phoenix nevű, tudod, egykaros, kétgombos kabinet. Tehát ilyesmi neked abszolút nem volt? Te egyből így estél bele a dolog? Hát a helyzet az, hogy ismertem olyanokat az iskolában, akinek volt ilyenje, de sosem játszottam rajta, hogyha a játéktermi dolgok is ide számítanak, akkor szerintem az első ilyen élményem az talán a Vanguard volt. Vagy a Phoenix. Hát a Vanguard volt az, amiben négy irányba lehetett tudni. Úgy emlékszem, a Phoenix az olyan, hogy vertikális, vagy hogy hívják ezt? Így van. Horizontális? Nem tudom. Az horizontális. Tehát horizontális, jobbra-balra, volt egy lövésgomb, és volt egy pajzs, ha jól emlékszem. Így van, pontos. Ez szerintem az volt az első ilyen hú de jó, végre játszunk valamit élményem. Aha. És aztán érdekes volt a helyzet, mert ugye nagyjából 95 magasságában lehettünk, amikor az első ilyen étkézláb gépemet összeraktam, ami alkalmas volt játékra. És hogyha visszagondolunk, a 95-96, azok azért nagy évek voltak. Bizonyán. Mert kiugrottak olyan címek a bokorból, mint a Quake, mint a Duke Nukem 3D, meg a ugye Wolfenstein, Heroes of Might and Magic, abban az időszakban ezek simán elérhető voltak egy-két év szórással természetesen. Tehát olyankor csöppentem bele, amikor kijött pár olyan cím, amit még ma is szívesen elővesznek a nosztalgiára vágyók, vagy teszem azt, megjelent neki ennedik sorozata, vagy föltupírozott grafikával az eredeti. Én azt hiszem, hogy nekem ez egy szerencsés kezdet volt, mert egyből olyanokba tudtam beleterelni, meg aztán később ugye az Unreal Tournament, amik nem okoztak csalódást, tehát amik óriási sikerek voltak. Ez azért is érdekes ezek a címek, amit elmondtál, mert gyakorlatilag ezek egytől egyig játszhatóak voltak multiplayerben. Valóban. Mert a Heroes is, tehát tehát lehet, hogy mi ezért terelődtünk egyből arra felé, mert persze nyilván volt benne single kampány, mert ezt végigtoltuk, de azért ott volt a menüben a multiplayer felirat, a co-op felirat, és akkor úgy elkezdtünk gondolkodni, hogy ha már ott van, akkor ezt ki kéne próbálni. Legyen valami. És ugye ebben az időszakban azért erősen betárcsázós modem dívott. Le is mondtad. Szerintem, hogyha
föltenne valaki 2-3 sört jutalmul, ha nagyon megerőltettem magam, a mai napig el tudnám fütyülni a depresszádoros mozgalmat. Végint. Szerintem ma a világból kikergetnének vele, akkor meg olyan volt, mintha fanfárok szólalnának meg, mert tudtam, hogy néhány percen belül majd mi játszani fogunk, mint egy 300-as pingja. De a kutyát nem érdekelte. Nem. Hát egy 250-es pingnek már hogy örültünk? Hú, hát ez tök jó. Hát amikor már ugye későbbiekben még mindig mentek ezek a tekerős dolgok, és emlékszel, hogy a Quake 3 DM17, ami ugye egy Bounce-pad Railgun. Így van. Hát igen, és az azért volt népszerű, mert ez benne volt a ingyenesen játszható demóban. És hogy akkor hova célozza a 250-es pingeddel, a Railgunnal, amikor a térkép túloldalán repül keresztbe a madár. Így van. Tehát az tényleg egy olyan félig meddig szerencsejáték volt, de mi élveztük. Tehát azért beletoltunk nem kevés időt. Egyébként az érdekes, hogy tulajdonképpen innen indultunk, tehát a shooterektől indultunk, később majd azért ki fog derülni, hogy inkább az MMO RPG irányába mentünk, de most az a trend, hogy kénytelenek vagyunk tulajdonképpen ide visszatérni. Ha belegondolsz, ismét, gyakorlatilag a multikat leuralták megint a shooterek. Ami nem tudom, hogy örüljünk-e vagy sem, de itt két dologról volt szó, csak a hallgatóknak mondom, az egyik az, hogy EQ2-t mondtál, aki nem tudná, az EverQuest 2, az az egyik korai MMORPG, hát illetve annyira nem korai, mivel már EverQuest 2, tehát a 99-ben megjelent EverQuest-nek a folytatása, de nekünk egy alapvetés volt, tehát gyakorlatilag mi ott kezdtünk el komolyan játszani. A másik, amiről szó volt, a remake-ekről beszéltél, ezt azért akarom most megemlíteni egy kis follow-up az előző egy-két adáshoz, mert az igazság, hogy Friszi, aki most igazoltan van távol, tehát azért mi belehajítottuk a főtéglát a latrinába, mert közöltük, hogy hát, illetve Friszi mondta, hogy minek, hogy nagyon sok olyan remake és remaster van, aminek sok értelme nincsen, úgyhogy már erről is meg akarom kérdezni a véleményedet. De azért azt elmondanám, mert nagyon sok kritikát kaptunk ezzel kapcsolatban, hogy miért mondunk ilyeneket, hogyha visszahallgatjátok, mi nem azt mondtuk, hogy értelmetlen, hanem az olyan remake-ek és remasterek értelmetlenek, amik igazából nem adnak hozzá semmit, hanem egyértelműen arról van szó, hogy a kiadó újra lehúzzon 20-30-60 dollárt rólunk, úgyhogy gyakorlatilag semmi hozzáadott érték nincsen benne. Nekem az a véleményem, hogy ezekkel a dolgokkal ők semmi más nem tesznek, hanem érzelmi húrokat próbálnak pengetni, ugyanis, és ez körülbelül ide kapcsolódik, ugyanez elmondható majd az MMO-kra is, hogy most melyik, mennyire jön be, meg mit várunk, meg hogy várunk. Még olyan módon játszanak az érzelmi húrokon, hogy azért az olyan játékosok, akik már évtizedek óta nyomják, mint te meg én, meg Frici, meg sokan mások bizonyára a hallgatók közül is, az, hogy nehezen találunk otthonra egy új játékban évek óta, annak szerintem az egyik faktor az, azt az élményt keressük, amit akkor nyújtott az a játék, amikor elkezdtük. És én nekem az a véleményem, hogy ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen azt az élményt visszaadni, mert benne volt a korunk, benne volt az újdonság varázsa, hogy igenis, mert amikor még csak 3 éve játszol, akkor még csak 3 éve játszol, nem 25. Tehát akkor gyakorlatilag ünnepnap volt minden olyan nap, amikor multiztunk, és nem szakadtunk meg 8-szor közben. És ennek van egy ilyen nosztalgikus vonulata szerintem, és ott jön be ez az érzelmi húrok pengetése vonal nálam. Én úgy gondolom, hogy az is benne van a számításukban, hogy hát, ha az ilyen otthonkereső régi motorosok megveszik azért, hogy újra élhessék azokat az élményeiket. Ami egyébként nem fog megtörténni, ez tiszta és világos. Hiszen egyrészt már a szemünk más grafikákhoz szokott, másfajta játékfelépítéshez, meg részletgazdagsághoz, meg stb. Másrészt pedig mi sem vagyunk ugyanazok. De szerintem ez itt az egyik mozgató rugója, hogy dobjunk be egy ilyet, nem kell eget, földet, meg a sarokházat rákölteni, hogy kiadható legyen. Rögve eladunk annyit, hogy pluszos legyen az egyenleg, hát miért ne csinálnánk meg? Hát kicsi aljas dolog, de kb. Nem működik. Hát így van, tudod, hogy ez olyan, mint az, hogy az első adag ingyen van, aztán majd össze még, de nem akarom a témát ide húzni. De igen,
abszolút, én ezt a lehúzós részét abszolút egyet kell, hogy értsek. Tehát én nagyon kevés olyan címet tudok elképzelni, amit azért csinálnak meg, hogy nem baj, a veszteséges lesz, de mi most örömöt akarunk okozni. Volt az egyik hallgatónak egy érdekes megjegyzése, és ez elgondolkodtató, mert erre aztán abszolút nem gondoltam. Azt mondta, hogy azért lehet jó egy remake, vagy egy remaster, mert olyanok is találkoznak vele, akiket korábban, ugye koruknál fogva, vagy egyszerűen éppen akkor nem voltak játékos fázisuk az életükben, elkerült a cím. Világos. Nem tudom, hogy erről mi a vélemény, de én ezt nem érzem azért annyira. Tehát legalábbis, hogy én magamból indulok ki, tehát amikor elkezdtem játszani, akkor azért előbb-utóbb eljutottam odáig, hogy utána olvastam, hogy hú, ha már itt vagyok, akkor nézzük már meg, hogy mondjuk a Metacritiken mi a all-time top 100, és az úgy megnéztem a játékokat, amivel érdemes, és így került a látókörömbe egy csomó minden olyan, ami addig elkerülte a figyelmemet. Tehát ez az indok, biztos, hogy van ilyen, de én azt gondolom, hogy azért ez nem szignifikáns, hogy valaki azért, tehát azért csinálnak remastereket és remékeket, mert hogy van egy olyan réteg, akinek nem került egyszerűen a látóterébe korábban egy játék. Igen, tehát én is úgy érzem, persze én sem néztem ennek utána, elképzelhető, hogy lehet olyan statisztikákat találni, ahol ezt kimutatják a játékos bázisból, hogy hány visszatérő level van, hogy fogalmazok így, és hány új vásárló. Én rettentően csodálkoznék, hogyha az ilyen remake-eknél kevésbé lenne felborult ez az arány, mint 80-20. Uh-huh. Tehát én nagyon csodálkoznék. Még ez is optimista a vesztés a részedre, én úgy gondolom, de nem hiszem. Igen. De én sem. Már csak azért is, mert hát azért most már olyan óriási dömping van hosszú évek óta, tehát ha mellé kattintasz, akkor is egy játék indul el. Tehát egyszerűen ömlesztik ránk a címeket. Igen. Egyik csillogóbb, villogóbb, mint a másik. Ugye van pár motor, meg technológia, ami közkedvel, tehát még az sincs, hogy az egyik totál használhatatlan, a másik meg csak az a jó, amire menni lehet, meg amivel játszani lehet. Tehát szerintem túlkínálat van, és ki az, aki rászorul arra, aki most 19 éves, hogy ő egy Unreal Tournamentet előkaparjon magának. Most lehet, hogy pont ebből nincs, még teljesen mindegy, de amiből van, hiszen annál sokkal csili-bilibb történetek vannak, amivel szórakoztathatja meg. Ezt én sem érzem annak. Ez elméleti lehetőség teljesen ott van, tehát ez egy logikus felvetés. Mert nem csak a régiek, hanem persze, nem kell a poros CD között a fateromnál kotorászni, hogy ő mivel játszott, amikor én még csak egy édes állam voltam, hanem igenis beletolják az arcomba valamilyen online felületen, vagy valahol. Logikailag ez igaz, de én nem érzek ebbe komoly vásárlóerőt. Hát meg a legtöbb játéknál azért azt veszem észre, hogy még nélségem azt tenni, amihez nem nyúlnak hozzá a játékmenetbe, bizony a játékmenet, akármennyire is rosszul hangzik, a legtöbb esetben elavult. Nem jó, nem köt már úgy le. Tehát ami akkor elég volt, az most már nem. Tehát én nagyon nagy örömmel vettem elő például most a GTA 3-nak a felújítását, mert akkoriban ez nekem egy meghatározó játék volt. Most ez egy másik dolog, hogy ez tipikusan az tehát ez nem egy remake, ez egy remaster, tehát gyakorlatilag nem nyúltak hozzá, egyszerűen csak felhúzták egy kicsit a grafikát, átírták egyébként az androidos verziót, és úgy adták ki. De nekem nem is a technikai problémá, tehát nem a megvalósítással voltak problémáim, hanem egyszerűen úgy éreztem, hogy az a játékmenet, ami akkoriban volt, az most már kevés. Tehát, hogyha egy hasonló játékkal akarok játszani, akkor előveszek egy akár egy GTA 5-öt, most teljesen mindegy, ahol sokkal több lehetőséged van, sokkal érdekesebb. Mert a GTA 3-ban emlékszem, annó képes voltam fél órát csak taxizni, ugye volt egy olyan mellékküldetés, hogy beültél a taxiba, és vitted az utasokat innen oda, mert akkor az elég volt, és jónak tűnt. Most már ez kevés. Kicsit olyan érzése van ilyenkor az embernek, nem, hogy oké, játszom vele, de bakker, ennek hiányzik a fele. Tehát kéne még valami, ha bepecseljek ezzel, azzal, bármi. Igen, arra akkor még nem volt igény, hát az azért egy előteljesen útkereséses időszak volt meg innen. Szerintem azok túlhaladottak ezek a történetek már. Nagyon. Igen, de talán az arról is szó van, hogy nem vagyunk egyformák emberként se. Tehát azért mi mindig a mélységeket kerestük a játékban, nem véletlenül jutottunk el az MMORPG-khez, mert hát ott aztán
ott aztán megtaláltuk, amit kerestünk ilyen szempontból, és képesek voltunk évekig játszani inkább egy játékkal, mint hogy a Call of Duty éppen kijött az évi részét, most itt nyomjuk, aztán a multiba lövöldözzük egymást halomra. Úgyhogy ha már el is jutottunk idáig, akkor én azt gondolom, hogy mivel ez mindkettőnknek fontos, és tényleg meghatározó élmény, kicsit nézzünk már körül, hogy miért jutottunk el végül is az EQ2-höz, és mi volt az, ami miatt te ott megragadtál. Tehát talán még kicsit tovább, jóval tovább, mint én. Ha úgy tudom, még... Igen. Te még mindig élő Econ-tal rendelkezés, és azt mondtad, hogy lámpaoltásnál fogsz te onnan eljönni végleg. Mi volt az, ami neked több volt abban a játékban, mint a akkor elérhető konkurencia? Már ugye abban is belenéztél, gondolom. Igen. Nos, még mielőtt ebbe belemegyünk, csak még egy dolgot, ha már meghatározó élményekről beszélünk, ami valamilyen szinten egyszerűen a génjeimbe, a retinámba és minden hasonló alkatrészembe beleégett. Kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy most milyen feature-ök voltak a régi játékokban, és milyenek nem, illetve hogy most még hogy multiztunk, meg hogy nem. Azt soha nem felejtem el, amikor még úgy játszottunk, hogy a hónom alá csaptam a számítógépemet, kipöfögtem hozzád, ment szépen a kábeles, ez a, hogy hívták, ez cross kábel, igaz, amikor a két segít a számítógépnek összekötötted, de az egyik pólus az ugye vagy az egyik vége fordítva kellett, hogy kötve legyen. Igen, de ez a soros port volt szerintem, illetve hát volt a párhuzamos port, mert soros port, csak szenvedtünk, hogy melyikkel kell összekötni, hogyan. És ugye... talán Norton Commanderbe, vagy hogy próbáltunk ott, hogy Master meg Slave, na egy a lényeg, amikor ez létrejött, tehát az egy életre szóló élmény volt, amikor Duke Nukem 3D-vel játszottunk. Jó, de is van. És az volt a top feature, és közel nem volt ilyen egyik akkori játékban sem, hogy egyrészt ugye tudtál használni térfigyelő kamerákat. Igen, így van. És le tudtál rakni ilyen csőbombát, ami aztán távirányítás. És azt soha nem felejtem el, hogy ugye ott PvP-ztünk, ez a valamelyik pályán, és bementem a klozetba, és te meg akkor robbantottál föl, mert ott valahol ninjáztál valamelyik monitorállomás mellett. Nézted, hogy mikor megyek végre klotyóra, hogy hát ott vagy, és elértem, bum, átmondom, ez valami, tehát az nem vétő ki röhögés nélkül. Igen, így kezdődött a dolog. Dumasztunk is, meg a gyúknunkán volt talán az első ilyen, amit összekötöttünk. És ha megengeded, nekem volt még egy ilyen nagyon jó pofa élményem. Dolgoztam egy vállalatnál, ahol nagyon jóban voltam az informatikus csapattal. Az egy nagyobb cég volt, tehát szerintem az akkori informatikus brigádjuk, akik kifelé is dolgoztak, volt vagy 40 ember. És mi jó cimborák lettünk ugye az évek során, és ők ott ugye annak idején szoktak lampartikat szervezni, és nekem is ott sikerült oda befurakodnom. És volt egy olyan élményem, hogy hát az óriási, tehát azért egy lamparti, tök mindegy, hogy most milyen neted van meg, azért más. Amikor úgy odaszólsz a hátad mögött a másiknak. Persze, az egy házi buli gyakorlatilag. Éjfélkor megjön a pizza, meg mit tudom, ezek a dolgok. Na egy a lényeg, hogy valamelyik lövöldözős cuccal játszottunk, ilyen második világháborús környezetben, elnézést kérek, ez volt körülbelül 2003-ban, fogalmam nincs, mi volt az. Egy a lényeg, hogy az történt, hogy ugye, amikor meghódtál, akkor át tudtál menni, hogyha nem támadsz fel, ilyen spektátor üzemboltba megfigyelőként, igen, akkor igen. Nem sebeztél, nem voltál támadható. Na igen ám, volt ott az egyik srác, nevet nem mondok, két oka van, egyrészt, hogy nem emlékszem a nevére, nem tudom, mondjam el a másik okot is, de most ettől tekintsünk. Szerintem ez elég. Jó. És egy rettentő jó természetű, de ilyen kigyúrt kopasz informatikus ez, de egy nagyon jó arcot szeretne, kedveltem. Na egy a lényeg, hogy gondoltam egy nagyot, és egy adott pillanatban már nagyon vártuk a pizzát, átneveztem a karakteremet spektátornak. És ugye ott a fej, és ott a nevünk a fejünk fölött lebegett. És emberünk elkommandózott mellettem, tudod, tökig felfegyverőztem, minden lógott a nyakán meg a fülem. Én meg szépen hátulról megbicskáztam. Meghott, és nem tudta, mi van. Tudod? Mi a nem, én meg ott álltam, tudod, spektátor. És mikor harmadszor bicskáztam meg, tudod, mert mindenki röhögött a környékén, mert ők megnézték a többi monitort, tudod meg, hogy itt mi történik. Tudod? Na, akkor aztán kezdett neki valami leesni, itt valami zavar van a Matrixban. De úgy sikerült, még ezt a sztorit, nagyon jó. Úgy sikerült, hát, hogy mondjam ezt műveltető módban, hogy leejtettem vele a tantuszt, hogy már nagyon vártuk tényleg a pizzát,
És akkor gondoltam egy nagyot, jó, mondom, akkor felfedem a kilétemet, és átneveztem a karakter pizzafutárnak, és úgy estem neki késsel, és akkor kapcsolódott, hogy hoppá, akkor rájött, hogy itt valami nem stimmel. Na, elnézést a terjedelmes kitérőjén. Szóval a Lamparty az Lamparty. Az Lamparty az más, igen. Hát most már nincsenek ilyenek. De meg a gépek is kisebbek, bakker, egyszerűen lenne ciper. Hát, de mondjuk tudom. A Lammit. Hát, nem tudom, én ugye most ismert és nem ismert okok miatt járkálok a világba, és vannak olyan országok, most Ázsiáról beszélek, ahol a mai napig az internetkafé és a hálózatban kötött gépek és a játék, az megy, pedig otthon is van ugyanúgy mindenkinek gépe, és főleg úgy tudom, hogy ugye Koreába, Japánba, többi ázsiai országba, imádnak az emberek lemenni, ugye ez egy social tevékenység, hogy ott találkoznak, és ott nyomják a játékokat. Hát nem tudom, más. Olyan, mint a paintball, csak a vége nem lesz eredkes. Így van, nem kell átöltözni. Így van. Bevágod ott a tyóba, cuccot, ezt nem úsgyi neki, vesd el magad. Pontosan. Egyébként visszatérve arra, amikor át cipeltük egymáshoz a gépeket, és így kezdtünk el játszani, azért már ott kiderült, hogy más irányba szeretnék nézelődni, mert igazán ugye jó élmények voltak ezek a... Tehát az első dolog, hogy hú, dum, na most átmegyek a monitorodhoz, nézd meg, megmozdítod? Igen, nálam is mozog, jó, van, sikerült összekötni, tudod. Csak a mental lövöldözés. De az egy idő után már azért meguntuk. Tehát, és akkor találtunk rá, jól emlékszem a Diablóra, nem emlékszem, hogy első, második rész volt, ugye? Én a kettőt mondanám. Kettő volt az. És ott volt az első, hogy mélyebb volt a játékmenet, és együtt tudtuk nyomni, és mégis ott volt a fejlődési rendszer, ott voltak a dungeonok, ott voltak, lehetett craftolni, jönni, menni, upgrade-elni. Lassabb volt, taktikusabb, más, tehát ott már azért érezhető volt, hogy talán nekünk ez az irány jobb lesz. És tehát például én Necromantával toltam először végig, és nekem ez az egész Belfi onnan, mert nekem ott volt Belfegor az első karakternek, a Diablo 2 óta cipelem ezt a terhet magammal, és például volt egy ilyen a teste körül, a csípője körül körözve levegő csont pajzsa. Hát én attól be voltam halva, hogy hát mondom, én vagyok a legmenőbb az egész monitoron tényleg. De az jó volt tényleg. Elnézést, hogy szabadon nagyon jó nézett ki annól az a játék, és a játékmenet, tehát az a játék, ami szerintem jól öregedett, tehát most azt hiszem kiadták megint remasterbe, és még mindig olyan a játékmenet, hogy nem elavult. Emlékszel, talán nekem egy lovag, vagy knight volt, vagy egy pap lovag, nem tudom, mert az egy aurával kellett játszani, és aurákat kellett cserélgetni rajta, és az adott mindenféle buffokat. Nagyon jó volt. Tehát teljesen más taktika kellett minden más típusú ellenfélhez, és ott éreztem meg azt, hogy akkor még messze voltunk az első MMO élménytől, de hogy igenis vannak mélyebb és érdekesebb multijátékok is. Akkor lehetett ezt elviszolni, ugye év szerint, csak úgy kb. Tudom betájolni. Fogalmas de mondjuk... Mondjuk én most rákeresek, hogy mikor jött ki, mert szerintem azért nem sokkal azután, amikor kijött a Diablo 2. Már elérhető volt, ugye akkor más volt azt mondja, mikor jött ki ez először? Az élőadás varázsa. Az élőadás varázsa. Ahogy Juhász előtt mondta, volt mindig. De szerintem ott az elején volt ez még nekünk, most meg is nézem. 2000-ben jött ki a Diablo 2, nem sokkal utána volt, mert ugye, ha jól emlékszem, az EQ3 az 2003-2004, ugye? EQ2. Igen. Na, tudod, miért kérdeztem én ezt, hogy próbáljuk pontosan belőni? Ugyanis, és akkor ezzel át is kanyarodunk ezekhez az EQ és igazi MMORPG történetekhez, ugyanis valamiért ugye ott betrafált nekünk a Diablo 2, igen ám, de az EQ 1 az 99 márciusban kiugrott a cilinderből. Az kimaradt. És hogy a fenébe kerültük ezt el? Tehát elmondom, hogy hogy. Ez érdekel. Ez legalábbis az én meglátásom, és én így emlékszem erre. Nem volt jó netünk még ahhoz. Tehát ha belegondolsz... Hát mondjuk ez logikus. Ha belegondolsz, hogy 2000, és azután jött egyáltalán a élvezhetőbb internet dolog. Szégyen gyalázat, ez meg se fordult a fejembe, de engem meggyőztél ennyire. Én olvasgattam akkor arról, ugye a szakirodalomban az EverQuest-ről, de igazából ilyen hipster baromságnak éreztem, mert olyan cikkek születtek, ami
és most már bánom, hogy ez nekünk kimaradt, igen, hogy hát figyelj, én oda belógoltam, és akkor mit csináltam? Nem csináltunk semmit, leörtünk a tábortúsz köré, és dumáltunk. Ez a újságban olvasott cikk, ez nekem is berémlik. Ugyan, hogy berémlik valahonnan? És mondták, hogy ez de marha jó, hogy 3 órát ott ücsörögtünk. Ott ücsörögtünk. És akkor én azt mondom, hogy ez engem ez nem érdekel. Ücsörögni én szeretek a kocsmába is, meg a tábortűz mellett is, de úgy tudod, élőben 3D, mert ott a grafika is jobb, meg hát értem. De ez a fajta tábortűz, ez gagyib, mint a monitoron néznéd a kandallót, tudod. Tehát... Igen. Igen, szóval, de romantikus. Szóval nekem ez úgy jött le, hogy ez egy ilyen social élmény, aha, és igazából annak, akinek nincs barátja, és kénytelen a neten ezt megtenni, tudod? És ja, nekem ezért maradt ki. Tehát én igazából nekem nem esett le, hogy miről szól az EQ1. Mert ugye addig ja, nagyon más MMORPG nem volt, volt ez az izometrikus alapvetés az Ultima Online, addigra nekem, annak a grafikája nekem marhára nem tetszett. Hiába próbált hasonlítani a Diablóra, az úgy nagyon nem érdekelt. Igen. Most én így fölülnézetből olyan pixelhalmokat nézegessek. Akkoriban engem az nyűgözött le, ami a Doom meg a Duke volt, hogy ilyen állejtős 3D grafika, basszus, én ott vagyok, a kezemet látom, nyomulok. De és akkor olvastam az EQ1-ről, nem fogott meg, a netem se volt elég jó, és akkor gyakorlatilag az EQ2-ig nem is tudom, hogy ki hívta föl rá figyelmemet, talán Frici volt, nem? Az EQ2-re? Aha. Hát ahogy én emlékszem, de javíts ki a tévedek, most itt el fog hangozni egy-két név talán, ami nem mond semmit a kedves hallgatóknak, és nem is fogjuk bekötni a témába, mert soha többé nem fognak. Jöcsire gondolsz, ugye? Így van, aha, hogy emlékeim szerint ez úgy volt, hogy Jóci, te és jó magam nagyon vakaróztunk, ugyanis, hogy mivel kellene játszani, ugyanis kb. Egy adott pillanatban jelent meg az EQ2 és a WoW. És sokan azt mondják, hogy hú, hogy a WoW, és az volt az alapvetés, és azelőtt nem volt semmi, ők nem hallottak az EQ1-ről. Igen ám, de azt kell tudni, hogy az EQ2 viszont még a WoW-nál is hamarabb jött ki, mint egy 2 héttel. És abban a helyzetben voltunk, és már nem tudom, hogy melyikünk volt melyik placon, hogy egyikünk kitalálta, hogy a WoW az marha jó, a másikunk kitalálta, hogy az EQ2 az marha jó, mert épp azon kezdett el ilyen triálkarit csinálni, és akkor megszavaztuk, hogy na akkor most széna vagy szalma, és abban maradtunk valamilyen oknál fogva, hogy akkor menjünk EQ2-zni. És mi így keveredtünk ebbe bele valójában. Én tudja, hogy nem voltam WoW mellett, mert én emlékszem, hogy ilyen WoW-val akkor kezdtem játszani, amikor a harmadik kiegészítője jött ki. Azt hiszem, Burning Crusade, vagy a második? Burning Crusade volt az első, és a harmadik, vagy második volt a Lich King. Amikor a Lich King jött ki, azt hiszem, az volt. Tehát én jóval később, amikor... Figyelj, tudod, amikor... akkor mondjuk azt, hogy a Jóci voltam, és nincs, van, úgy sem tudja megvédeni magát. Nem tudja letagadni, vagy megvédeni. Jó, köszönjük, hogy a közönködés. Ja. Ha találunk itt még valami kínosabb pontot, majd azt is rákenjük. Rákenjük, persze. De igen, ez így lehetett. Igen. Így lehetett. És a Fricivel már ingém találkoztunk az EQ2-be. Tehát én úgy ismertem meg őt, hogy eszembe így van. Így van, bizonyám. Így van. Ó, hát nagy kalandok. Indultak útjára. Így van. De egyébként az az érdekes, hogy én tényleg nagyon beleástam ebbe magam, és az a akon szempontjában teljesen igazad van, bár most a sub az nem él, de az akonton létezik. Megnéztem nem is olyan régen. Ugyanis ilyenkor én mindig egy kis elcsábulok előutóbb, amikor kijön egy kieg az EQ2-höz. Egészen pontosan azért, mert én megcsináltam az akontot 2005. szeptember 3-án, tehát ez a nettó 5990 valahány napos, mondjuk azt, hogy 6000 napos most, hogy itt beszélgetünk, az az akont. Az kellemes. És abból egyetlen egy kieg sem hiányzik, és valójában egy karival legalább, de mindegyiket végigtoltam már akkor is, amikor nem játszottam aktívan, és nem voltak olyan rédek, hogy amikor a hajam az égnek állt, mert részt vettem olyan réden is, hogy 12 órás réd volt, este 7-kor kezdtük, reggel 7-kor lett vége, mert arra volt szükség, fogalmazunk ki. Igen. Legalábbis azt hittük, hogy az életünk múlik rajta, pedig azt nem kérdezik. Akkoriban ez volt, igen, akkor emlékszem erre. Amikor szomszakájban le kellett menni, az is 4 óra volt, mire leértünk az aljára. Bizony. Na most még a novemberben megjelent kieget nem vettem meg, mert már tényleg nagyon nincs kedvem, bakker.
de úgy vagyok vele, hogy én ennek nem nagyon adok már túl sokat. Tehát ez már annyira kivérzett, és nem csak a tulajdonos cserék, meg az egyebek mellett. Egyszerűen ebbe ennyi volt, de úgy vagyok vele, belegondolsz, ez egy lassan 17 éves folder, hogy így mondjam. Igen. Még van benne egy év. Én ezt úgy szeretném levenni a gépről, hogy az a folder, ez komplet. Lehet ez gyűjtőszenvedély, vagy lehet valami túltengő romantika bennem. Én azt mondom, hogy azt a kiegét is kiköhögöm, és már akkor tudom, hogy nem biztos, hogy megéri, mielőtt rányomok a paymentre. Letoljom. Azért ez egy komoly történet volt. Egyébként pár karit megnéztem, tehát a legmélyebb méneket a 10-ből, és őket összeszámolva, és egy picit rásatszolva a reszlit, 12 ezer óra gameplay van benne. Tehát ez finom. Az alatt azért megtanulod, hogy melyik teleport hova visz. Igen, és ez egy rendkívül mély játék, tehát ezt a hallgatóknak mondom, hogy azért mindig volt egy szembeállás a vovosok és az EQ2-k között. Én nem akartam semmelyik irányba elkötelezni magam, de én mind a kettővel azért éveket játszottam, mondjuk nem olyan szinten, mint te. De én mondjuk többet játszottam a vovval, mint te. Úgyhogy van valami összehasonlítási alapom, és volt az a szólás, hogy ugye mi történik akkor, hogyha egy EQ2 player átmegy vovozni, ahogy én is tettem. Hát ugye azt mondták erre, hogy akkor mindkét játékban az átlag IQ megemelkedik. És ez egy nagyon csúnya dolog, hogyha belegondoltak ilyet mondani, de azt kell mondjam, hogy van benne igazság. Tehát azért az EQ2 olyan szempontból is mélyebb volt, hogy hát most millió dolgot tudok mondani, de a craft rendszertől kezdve a játékmenet számos pontján át, de nekem leginkább azért tűnik komplexebbnek, és nehezebbnek, és érdekesebbnek bizonyos szempontból az EQ2, mert a WoW-ban sokszor az volt az érzésem, hogy éppen a legutóbbi patch után van egy OP build, egy OP class, és akkor azt gyakorlatilag 2-3 nap alatt rájön a közösség, hogy kell fölépíteni, mi az a rotáció, amit nyomni kell, mit kell craftolni, és akkor onnantól kész, akkor megint várhatunk a következő rebalancing, vagy patchig, és utána megint történik. Azon kívül meg ott volt a guide, hogy kell lenyomni, mindig ott volt a guide, hogy kell lenyomni a adott dungeon-t, vagy az adott boss-t, vagy és az EQ2-ben azért nem éreztem ezt. Nem volt olyan irodalma, és talán nem volt annyira egyetlen úton megoldható minden. Abszolút. Úgy éreztem, hogy többféle taktika is működik, miközben a WoW-nál is működött, csak de ott magadat szivartad, ha nem úgy csináltad, mint ami a legegyszerűbb volt. Az EQ2-ben én nem éreztem ilyet. Neked volt ilyen érzésed? Abszolút volt. Én ugye valamikor a kezdetekben csináltam ilyen mindenféle tesztkarikat a WoW-ban. Jó, akkor mondom, ez nekem valamiért nem. Aztán volt egyetlen egy olyan időszak, és azt se tudom, melyik kieg, és minden WoW rajongot elnézést kérek, annyit tudok tájékozódási pontként fölkínálni, hogy ahol többek között a Guldant is agyon kellett csapkodni. Tehát az volt az a kieg, bármi legyen is a neve, ahol én Guldan, az egy sámán volt. És nem tudom már, de biztos majd a kommentekben megjelenik. Elnézést kérek, nekem komoly műveltségi backlogom van WoW tekintetében. Ez nekem sem úgy. De az volt az a kieg, ahol én rédeltem komolyabban gildel, tehát elkeveredtem olyan szintre a kariba, és azt éreztem, hogy oké, rendben van, hogy most vagy kilépek az AOE-ből, vagy meghalok, de ennél egy picit azért nekem több kell. És az EQ2-ben mindenképpen benne volt ez a többlet lehetőség. Egyrészt a karakterek másképpen sokszínűbben tudtak kooperálni, másrészt az egyes karakterekre sem volt annyira jellemző, hogy egyetlen egy meta létezik, és akkor vagy azt játszod, vagy nem érsz semmit sem, hanem igenis sokkal jobban kidolgozhattál magadnak egy egyéni megközelítést, hogy így mondjam. Kicsit másképp pakoláztad a kis millió skillpontodat, de ahhoz akkor ráébredtél, hogyha én arra fókuszálok, akkor egy teljesen másik gear setup kell, mert akkor egy másik stat kell, ami előttérbe kerül. A procok meg az egyebek, mert ott sokkal több szabadsága volt az ember. Természetesen ez azzal is jár, hogy sokkal több
féleképpen tudtál elmenni a balladai homályba, és végén addig masszíroztat, hogy hát, lett egy használhatatlan karaktered. De pont igen, ez a lényeg. Tehát, hogyha... Igen, ez a melyik ujjamba harapjak, és érted, akkor utána vagy nagyon jó sül ki belőle, vagy nagyon rossz, és kezdheted előről, igen. Ugye, annak idején, tehát én még megéltem olyan választásokat, bár nem voltam választó korban, amikor úgy volt választás, hogy egy név volt a cetlin. És értem én, hogy ez választás, de én ennél komolyabbra gondoltam, és picit egy ilyesmi érzésem volt a kettő összevetésében is. Azonban az élet őket igazolta, és egyszerűen nem bírták olyan gyors tempóban butítani az elk, vagy felhasználó baráttá tenni az elk kettőt, hogy megtartsa a játékos közösségét, hiszen a WoW az működik, persze voltak botrányok minden, de ettől függetlenül a WoW az működik, és nem tudom ki mennyire tudja, de ezek ilyen másfél éves adatok hozzávetőleg, én szerintem, de le egy éves biztos, hogy és a szívem vérzik, mert az EQ2 tényleg nagyon jó játék volt. Úgy kezded el, hogy így mondjuk 2020-ban EverQuest-nek 82 ezer játékosa volt aktív havonta, az EQ1-ről beszélek, amit 99-ben jelent meg. Az EQ2-nek pedig 29 ezer. Olvastam ezt a statisztikát, nem akartam elhinni. Tehát egyrészt háromszor annyian vannak még mindig a régiben, és ágyaz-bugyasz volt 100 ezer ember. Ja. És azért egy könycseppet elmorzsolok, mert annyi posztban, meg annyi kommentben, amikor mindenféle ilyen Facebookos célcsoportok, a elkövetkezendő játékok célcsoportjai, vagy a jelenleg futó játékok célcsoportjaiba, hogy ami valamilyen tömeget megmozgat egyáltalán, tehát van tömeg az oldalán is, ha kicsit beleviszed, vagy hajlandó vagy időt áldozni rá, és scrollozgatsz le a megszólalások, meg a hozzászólások között, előbb-utóbb előkerül az EQ2. Hogy beérzeg ebben. Így volt, meg reagálja volt régen, meg blablabla. Igen, és gyakran bezzekként kerül elő. A legtöbben bezzenként kerül elő, igen. Aztán volt az a szerencsétlen kitörő, az EQ Next, ugye, igen. Ami hát majd kivágott, ha gondolod, de az a tipikus, az a szituáció, hogy nagyot akartunk fingani, aztán becsináltunk. Igen, igen, ez a szellentő versenynek a tipikus hát, esete, így, hogy... Így jártak, és volt még az a kinövésed, tudod, az a, egy ilyen próbák, az a, én csak úgy emlékszem, hogy az a ásógém, amit egy barátunk meg is vett, és bazi nagy lyukakat ásott meg mindenféle, tudod, ami csak arról szólt. Hát az ugyanaz volt. Az egy másik neve volt. Igen? Igen. Gyakorlatilag azt ki akarták dobni, hogy ott teszteljék, és akkor kidobták ilyen survival game-nek, vagy nem tudom minek. Így van. Hú, bakker. Igen, szegény Sion megvette, emlékszem. Mondjuk a mindent megvesz, úgyhogy... Kedves hallgatók, hogyha nektek eszédekbe jut, hogy mire is gondolunk itt, hogy az EverQuest Next megjelenése előtt kiadtak egy ilyen szintén EverQuest dolgot, aminek az volt a dolgot, hogy maceráld a környezetet, akkor írjátok meg, légy szíves. Majd megkeresem, ez a berakom a show notes-ba, hogy nem probléma. Hát igen, jó erről nosztalgiázni, de mindig az EQ2 jön vissza. Nem tudom megkerülni a kérdést, és nem is szeretném, tehát készültem egy ilyen támadásra. Ez egy szerencsés együttállás akkor. Igen, ez egy szerencsés együttállás. Ugyanis kijött a New World, amiben azért te tettél pár hát, órát, szemben velem, aki level 23-an feladtam. Te jobban bírtad, és benne voltál a legkomolyabb guildben, ami nem tudom, hogy még létezik, vagy nem létezik, mint magyar guildben. Nem szeretnék sok időt pazarolni erre, de azért, mivel neked vannak meglátásaid ezzel kapcsolatban, hogy emlékszel vissza, mert most már te se nyomod. Hát nem. Tehát előre is meg szeretném jegyezni, hogy bármi, amit itt elmondok, az olyan élmények alapján hangzik el, vagy olyan tapasztalatok alapján, hogy én szerintem kérdőt tudom jelenteni, hogy két hónapja bottal se piszkáltam meg. Oké? Tehát félig meddig szemem sarkából követem a legnagyobb ehhez kapcsolódó magyar Facebook oldal, de csak annyira, hogy ha egy ismerősöm dob be valamit, hogy ez vajon micsoda. Hát a következő helyzet, hogy
amikor én belekavarodtam még a... Volt egy ilyen teszt repülése ennek a történetnek, amikor nem is tudom milyen fantázia néven szaladgált, hogy egy hétig boldog meg boldogtalan is ott játszogatott a játékot. Hát az valamelyik open beta volt már. Hát még előtte volt egy ilyen előtte. Valami, nem tudom, valami free akárminek hívták, teljesen. Mm. Na, és én azt kell mondjam, egyből beleszeretem a látványban, mert mondom, jó, de jó hangulatos, meg úgy néznek ki a házak, meg elmondom, ez vagány. Ez, én jól el leszek ebben a környezetben. Persze, mindig az van, hogy level 1, szaladják ki, aztán csapja, hogy a korruptedratot, meg a mit tudom én, micsoda, de én ezzel simán együtt tudok élni. Tehát ezzel nekem, hogyha 4 év múlva jön ki egy MMO, és ott is korruptedratot kell ölni, nekem ezzel semmi bajom. Hát azért végtelen lehetőség nincs, hogy level 1-ről 2-re menjél, se skill-ed sincs, tehát se túlélési képességet, nem mondhatják azt, hogy te még csak level 1-es vagy, és horgoljál egy sálat. Hogy mossál el egy ablakot, bakker, valakit csak agyon kell csapni, hát a patkány a leggyengébb, küssük azt, tehát nincs ez a bajom. De mondom, persze, itt elpatkányozunk, azt majd lesz valami. És aztán megjelent, és belecsöppentem a tényleg a legnagyobb és legagilisabb és legjobban szervezett magyar guildbe, és... Döbbenetesen, bocs, csak elfelejtem, döbbenetesen kellemes élmény volt látnom ezt a, ahogy felépült ez a guild. Ugye? Ugye? Ez egy nagyon nem magyar történet, elnézést kérek minden magyar guildtől, de olyan kultúrát és annyira szervezett jó közösséget hoztak ott létre, hogy egész egyszerűen elájultam. Tehát nekem nagyon rossz tapasztalatom volt minden magyar guilddel, általában ezért játszottam, és te játszottál te is külföldi guildekben, de ez nagyon tetszett, ami ott történik. Bocsánat, folytasd. Tehát abszolút megerősíteni tudom, tehát Monya és a társai olyan emberfeletti melót beletettek, a legnagyobb elképzelhető önzetlenséggel, és nem a minimum content, meg ennyi, hanem csiri-csári információk, olyanok, amik abszolút nem is szükségtelenek a túlélésedhez, vagy a fejlődésedhez, de ő imádja ezt a játékot, és tudott róla, hogy ez is benne van, meg ez meg arról szól, hogy, meg azt ott azért kell csinálni, mert, tehát lore-tól akármit, és csak ontották az infókat, szegről végül én is picit belekeveredtem, mert ugyanis ez még nem is elég, hanem készítettek és karbantartanak egy magyar honlapot temérdek információkkal. Igen, és oda néhány cikket én is fordítottam nekik, amikor kijött egy frissítés, hogy mi van a patch note-ban, meg bla bla bla. De tovább megyek, még saját armorit is csináltak. Ami kalkulál neked mindent, és behúzod bele a armorodat, és majd megmondja, hogy te mire leszel képes, stb. Tehát irodatlan mennyiségű munkát, pluszban még szervezték, ami ezzel jár, ugye, hogy ha... És én egyszer-kétszer konfrontálottam is néhány emberrel, hogy hú, hát miért beszél így, meg miért nem lehet ez kicsit kedvesebben, meg miért nem kérjék, meg hát mondom, azért nem kérjék, mert egyszer elkikelt egy guild szabályzatra, és ez benne van, ezt még egyszer meg kell kérni. A szóval kidált, ezt csináld végre meg. Meg mondom, azért gondolkodjunk itt emberek. Tehát elindult az egy guild, és ugye úgy berobbant a történet, mert mindenki látta, hogy itt valójában történnek dolgok, hogy induláskor 3 guilddel kellett elindulni, mert nem fértek be a népek. A rosterket miatt, és még úgy se fér be mindenki. Tehát ott a Discordon ment a pro-kontra, hogy de én miért nem, ő meg miért igen. És onnan a srácok, én nem tudom, kivezetett már 3 főnél nagyobb csapatot életébe, de azt nekem higgyétek el, hogy 300 embert karban tartani, nem lehet öregem vattacukorra meg tolseprűvát. Tehát ott, ott kell határozottság. Tehát egyszerűen, ha nem tetszik, odébb mész. Hát kikérheted előtte magadnak, csak húzzál innen. Igen, sokszor a politikában is elhangzik, amivel sajnos egyet kell értenem, hogy egy rossz demokráciánál egy jó autokrata felépítés is sajnos jobb tud lenni. Így van. Mert a káosz aztán végképp nem visel. Tehát hagyja egy picit egy kis személyes példával is, hogy erősítsem ezt meg, ugye hát nagyon hosszú évek óta ilyen zenekarban zenélek, ilyen on-off módban, sőt, töltöttünk együtt hosszú boldog éveket veled is közös zenekarokban, és megtapasztaltuk a saját bőrünkön is, hogy amíg van a zenekarnak vezetője, addig halad, abban a pillanatban, hogy azt mondjuk, hogy jó, én ezt megmondtam, már nem vezetem, és magamról beszélek. Volt egy pillanat, hogy van a gyerekek, kész, elég volt, mert
belefáradtam, innentől az lesz, amit akartok. És itt nem 50-en szükségünk a zenekarról beszélünk, hanem 5 emberről. És gyakorlatilag kitört a káosz, tehát 5-5 voltunk, és egyszerűen kifulladt az egész. Ez egy másik podcast témája, de ez így. És elnézést kérek, na egy a lényeg, hogy ember, és úgy voltam vele, de a párhuzam nagyon jó. Hogy ugye, amit te is mondtál, hogy magyar szerveződések bármilyen játékban, hát gyakorlatilag 10-ből 9, vagy inkább 30-ból 29-as csalódást fog kelteni. Mondom, ez olyan kezdés, ahogy mondtad is, hogy ilyet én még bakker nem pipáltam, és hogyha ez sem elég jó a magyar közösségnek, akkor innentől be is fejeztem velük a kooperációt, mert ha ebből nem tudnak normálisan kinőni, akkor semmiből, mert ilyen sanszok még egy nem lesz semmilyen játékban, mert nem lesz még egy ilyen, majdnem azt mondtam, hogy marha, de a legnagyobb tisztelettel, ha ezt lehet így mondani, aki ennyire magáinak érzi ezt a története, és fölvállalja, ilyet még egyet nem találnak. És azt kell mondjam, hogy ez sem volt elég. Mert amikor vége felé járt a saját karrierem, és mondom, én 2 hónapja oda be nem dugtam az orromat, akkor azért már voltak egész komoly villongások, és át is szerveződtek ott a gildek. Tudod, tehát szétmentek, átmentek, csak egy HC, stb., mert próbáltak egy kemény magot megtartani, és útjára engedni azokat, akik csak bombasztottak, és kiszámíthatatlanak voltak is. Tehát emberi oldalról ők megtettek mindent. Ha nem működik, az csak magát hibáztathatja az összes anarchista, hogyha így szabad mondom. Másik, a játék oldalról én azért hagytam abban, mert akik szerették játszani akkor, akkor azok azt mondták, hogy nem érdekel, hogy ennyire bugos, de nekem ez akkor is tetszik. Mert a bugok miatt, meg a főleg a bugok miatt, nem is, hogy meták voltak, de gyakorlatilag bugfest volt az egész. Hát gamebreaking volt gyakorlatilag, hát abszolút, mindig. Tehát mindig, minden patch után jött egy új, vagy maradt egy gamebreaking bug, és ez... Hát ez valójában olyan patchek voltak, hogy egyet előre, kettőt hátra. Igen. Tehát ez csodálatos volt. Tehát, hogy csak egy példát mondjak, hogy eltoltam magad körül egy AOE-t, aminek elvileg ugye van egy ilyen AOE-t, és hogyha közben pánikszerűen elkezdték googolgatni, akkor ahányszor legugoltál, az procolt egyet. És ugyanez az AOE healer. Tehát képzeld el azt, hogy én vagyok egy healer, te odajössz a kétkezes nem tudom én micsodáddal, elkezdesz püfölni, de lehet, hogy még a bal kezedben még tűzlabdát is dobálsz, lemegyek félre, tolok egy ilyen hírt, googolok a párat, érted, mint ez a T-back történet, és, nem tud kinyitni. És úgy felmegy a HP-m, hogy csak nézem, mint a bukik. Hát igen, szóval és ezek csak... Ez tényleg game breaking, és nem jó, nem jó. És értem én, hogy egy hét múlva kiszedték, vagy tök mindegy, meg olyan érted, hogy lóvét lehetett duplikálni, meg olyan milliárdosok lettek pillanatok alatt az emberek, hogy az, aki normálisan próbált összekuporgatni, tudod, sefteléssel, hogy átviszem az egyik váról a másikra, mert itt olcsó, drága, blablabla. Azok tök mindegy, milyen keményen dolgoztak, értéktelenné vált az a mennyiség, mert szabályszerűen nagyságrendekkel több pénzt kapottak össze a cheaterek. És elő is volt, tudod, egy ilyen, hogy egy csomó embertől elvettek lóvét, ami kimutatható volt szerver oldalon, hogy már pedig ez öregen. Ebben nem volt sok vér meg veríték, hanem tét okoskodtál. De ezt nem tudod visszacsinálni, mert az okosabbja, aki megmajmolta a rendszert, és tele lett lóvettivel, az egyből bevásárolt, kb. Tök mindegy, hogy mit. És utána nála cucc volt, azt meg hogy veszed. Tehát mindegy, nem is ez a lényeg, ez egy rettentő játék lehetett volna. Szerintem nagyon, nagyon gyengén kezdett, nagyon jó kezdett, csak olyan értem, hogy nem tudtuk még, hogy ebben mennyi bukó lesz. Szerintem ez szárnyalhatott volna hosszú évekig, ha fel ennyi baggal indulnak neki. Nem jósolok így jó jövőt. Tudod, azt jósolom, hogy lesz egy nagyon kemény mag, aki pont letolja, hogy éppen melyik buggal kell megküzdeni, de ő magában szép, meg jó, meg haladunk, meg még azt a boszt is lenyomjuk, meg ilyen affliction, vagy várja, az nem az bobos kifejezés, de van itt is hasonló. Értem, igen. Így is lenyomjuk, meg háttalálva is, meg mit tudom én, és ott maradnak, mert egyébként meg szalad a játék, jó lehet, de csalódott vagyok, én többet vártam ettől. Jó, hát vészesen közeledik sajnos a adás idején, még beszélgetnék veled pár órát erről, de majd a következő alkalommal. Ha már ideig azért eljutottunk, akkor ami engem igazán érdekel,
mi a véleményed erről, hogy lesz-e igazi MMO RPG feltámadás? Mit várunk? Miért? Tudom, hogy ez megint akár három adás is rá elég téma, de... Ez egy kedves kérdés. Igen, de beszéljünk erről, mert ugye mi, mint örök optimisták, igazából az MMORPG-kbe élezzük a legjobban magunkat. Igen. És én látok azért pár utat, amerre fejlődhet a dolog, mert azért lássuk be, hogy igazán nagy játékos bázissal rendelkező játék, ami nem egy régi megjelenés, az, ami még most is működik. Talán a New World-ön kívül a BDO volt, ami megjelent 2016-ban, ami nem a Not a Cup of Tea, tehát neked sem nagyon tetszik. Nem. De én elhiszem, hogy ez egy jó játék lehet. És említés szinten akarom csak neked bedobni, mert nem játszottam még vele eleget, és azért a következő adásban szeretnék erről beszélgetni. Megjelent az első olyan VR MMO, ami talán egy akkor áttörés lehet, mint annó megjelent a WoW és az EQ2. Tehát volt már VR MMO, Orbusnak hívják, abban is belenéztem, de az igazából egy, mint a legtöbb VR játék, korábban egy tech demo volt, ami működött, de egy kis térképen 9 négyzetkilométeren működött. Viszont apukám, ez a Zenit, Ez egy olyan hihetetlen próbálkozás. Valahogy elégedett, hogy hát én, kedvezők a benyomás. Mondom, a kedvezők a benyomás, én pár órát tudtam vele játszani, mert nem nagyon volt ilyenre a problémák miatt itt sok időm most játszani, meg sok volt a meló, de amit eddig láttam belőle, az azt mondom, hát köszi szépen. Egyrészt hatalmas, tehát VR játékokhoz képest hatalmas a térkép, 50 négyzetkilométer, ami ugye akkora ugye összehasonlításnak körülbelül, mint az Assassin's Creed, Odyssey, vagy a GTA 5. Tehát azért úgy köszi szépen, tudod. Azért, már el, vagy, hát igen, GTA 5-ön, hogyha keresztül akarsz menni akár a leggyorsabb autóval is, hát akkor azért oda kell ülni egy jó pár percet. Tehát, és itt ugye nincsenek mantok, ami hát én nem hiányolom. Igazából azért, mert mindenre föl tudsz mászni, és onnan pedig tudsz glide-olni. Igen. Ez az egyik. Másrészt vannak ilyen ziplinok, tehát ilyen drótkötélpályák, ami hogy belekapaszkodsz és áthúz a másik oldalra. Klasszikus MMO-t képzeljél el, gyakorlatilag ölj meg 10 patkányt ugyanígy az elején, de annyira más, tehát az interakció is más. Hát képzeld, hogy a tutoriált tudtam tulajdonképpen csak végignyomni, most értem ki az első területre, de láttam olyat, hogy miközben csináltam azt a pár darab tutoriált küldított az elején azon a pályán, ott állt két olasz srác az egyik sarokba, és beszélgetett. És integettek egymástak, dumáltak, és mindig, amikor elmentem mellettük, mert ott kellett leadni valami questet, azok ott álltak és dumáltak. Tehát az, ami az igazán, ugye, hogy visszaemlékszel, az interakció és ez a social része az MMO-knak, ami gyakorlatilag már nem létezik. Mindenki rásol. Itt nem. Itt az emberek megállnak, az egyik lerakja a kis cooking stationét, ott főzőcskézik, hát mert a craft is óriási, tehát úgy kell cookingolni, hogy tudod, mit lerakod ezt a cooking station, fölvaglalod a paradicsomot, belerakod a lábosba, közben állítgatni kell a hőfogot, különben odaég az egyik kezeddel, de ha ügyes vagy a másik kezeddel a palacsinta sütőbe sütöd a palacsintát. Jó, tényleg az a social része, amit hiányoltam, az nagyon erős benne. De arra gondoltam egyébként, hogy most kimész, és akkor hagyom csapat a patkányokat, meg innen, hogy is egész jól néz ki, hogy lehet, hogy azt kipróbálom, hogy keresek itt valamit a környékbeli kifőzde mögött, megnézem, tudod, és ott agyonverek pár patkányt, mert ott aztán olyan 3D élmény van, marha jó grafika is, csak azt kell majd tisztázni a kifőzde tulajdonossal, hogy milyen XP-t kapok. Tehát értem, én csinálom, de mi a jutalom? Hát, leadod neki, kiderül azonnal. Na, ezek enyém a lúd, tehát azt köszönöm szépen, hogy spőzd meg. De már mindegy. Igen. Szóval ez a Zenit, én ebben látok fontos. Ja, és hát ugye tudni kell, egy 9 fős indi csapat kezdte csinálni, Kickstarter projektként, fölrakták, hogy ők szeretnének összekalapozni 75 ezer dollárt rá, és akkor megcsinálják, amit elképzeltek. Na most ez 4 óra alatt jött össze nekik. 4.
Azt köszi szépen. Utána még ugye hozzáadakoztak 150-200 ezer dollárt ott a emberkék, majd ugye rárepült valami nagy cég, most nem akarok hülyeséget mondani, amit a cég nevét nem tudom, de azért oda dobott nekik egy olyan 10 misit. A gyerekek, akkor fejleszétek már tovább, mert ez jó lesz. Jó, hát megvan a gyermekbetegsége még, azért ez olyan, mint az első normál MMO-k egyike. Például a karakterszerkesztő az rettenetes, nekem minden karakterem, ha jól emlékszel, általában kopasz és szakállas, tehát ilyet nem tudsz csinálni, mert ez amúgy is van. Sajnos. Manapságban nem tudod ki a nő, ki nem, úgyhogy teljesen mindegy. Andrüggünkbe se tudod csinálni. Hát figyelj, én a haját azt, mint a való életben is nem tartom teljesen indokoltnak, amióta föltalált az emberiség a sapkát, meg a ruházatot, az emberi tesszört amúgy se tartom higiénikusnak. Na mindegy, ez csak az én véleményem. Tehát van egy pár ilyen... Én csak a másokéval vagyok így. Így van, az is igaz. Tehát vannak dolgok. Azon kívül két klassz van, három subklasszal, tehát úgy nézve, hogy egy mágus jellegű, meg egy harcos jellegű között tudsz választani, de mind a kettőben megvan a klasszikus triumvirátus, tehát ugye lehetsz ugye support, a healer, lehetsz DPS és lehetsz tank, mind a kettő, tehát gyakorlatilag hat választásod van, de nagyon tetszik, amit eddig látok, mondjuk 3 óra után nem tudom megmondani. Tehát ez az egyik irány, amit én látok, és a másik, ugye, ami belátom talán még a jövőt, az igazán klasszikus metaverzum, ami talán a Star Citizen, ha talán egyszer valaha megjelenik, ezt tudni fogja, vagy az ilyen jellegű játékok, ami a világ legnagyobb átverése és lehúzásának tűnik, de hát ugye én, mint örök bizakodó, hát, igen, hanem így lesz. Ja, hát a remény, ha utoljára. Így van. De nem tudom, mi lesz a jövő, nem tudom, te merre mit vársz és mibe bízol. A következő helyzet szerintem a 3D térhódítása az elkerülhetetlen. Tehát nincs más út. Tehát már csak azért sem. Mert ugye egy VR? Vagy pedig... A VR-ben, persze. Így van. És ennek a VR-nek, mert már létezik, tehát az emberek tudnak róla, és egyszerűen ki fogja kényszeríteni a piac, hogy én ilyesmire is akarom használni. Ezt nem csak boxolni akarok vele, vagy pornót nézni, mit tudom én, hanem én igenis kalandozni akarok, és lengetni a két kezes kardomat, meg dobálni a tűzlabdákat, meg teljesen mindegy. Viszont ez biztos, hogy ez a jövő útja. Meg ha már létezik, hát azért a matematika az viszonylag egyszerű dolog ilyen szinten. A sima 2D, az kevés. Ez meg több. Erre fogunk menni. De én azt hiszem, hogy a következő, és lehet, hogy maflaságot mondok azok szemében, akik ebben jobban benne vannak és követik, ez számomra egy megérzés, vagy intuíció. Hogy az majd 5 év, mire ez igazán dühörögni fog. Egyrészt, mert... Interfész, nem? Tehát jobb interfész. Egyrészt, mert interfészt kell fejleszteni, másrészt a fene tudja, hogy fognak alakulni a hardware árak is, érted, hogy most akkor med egy géped van, meg egy konzolod van, meg egy mit tudom, hogy csodád van, és akkor most vagy kitüsszentesz meg 250 000 egy top kategóriára, vagy nem. Tehát itt is, és valahol ezek is majd ki kell, hogy egyenesedjenek ezek a dolgok. Én azt mondanám, hogyha valaki nagyot akar dobni még a hagyományos megjelenésű MMO-kkal, az most legyen szíves összekapni magát a következő 1-2, de nagyon maximum 3 évben, mert utána csak majd lesnek, ahogy elmegy mellettük a... Hát így van. Mondjuk én ebben annyira nem hiszek, mert... Tehát, hogyha valaki most áll neki, az már késő. Van egy pár projekt, ami ígéretes, ami már ugye... Nem is így értettem, hanem tessék fejlesztés alatt van, de meg kell, így van. Igen. Tessék megjelenni a következő 2, de leges-leges max 3 évben. És ugye van itt azért egy-két ilyen erőteljes próbálkozás, aki félig meddig jobban áll, az ugye az Ashes of Creation. Ashes of Creation, igen. Ők úgy nyomulnak, meg ilyen pre-alfa, meg olyan ez, meg azt, tehát ott van valami élet. Igen, hogy folyamatosan. Tudod, én azért viszonylag PvE
heavy game-eket szeretek játszani. Ez nem az. És ezért nekem inkább a szívem vágya a Pantheon-nek lenne a megjelenése. Hát az aztán tényleg egy közös ábrán. Egyszerűen annyira szeretném, hogy megjelenjen, és annyira nem hiszek benne, hogy akárhányszor oda keveredek, hogy egy ilyen támogatói vackot megvegyek, mindig azt mondom, hogy ne legyél már hülye rá, és egy év múlva. Persze nem, hiszen ez pont arról szól, hogy én először fizetek, majd utána produkálnak, de még ha most kattintanék rá, minden szívjóságom ellenére úgy érezném, hogy na, most húztak le, öcsém. És pedig minden jót kívánok neki. De ott tényleg az van, hogy annyira mindent szeretnének megvalósítani, hogy szerintem ez nem fér ki a csőben. Hát igen, de ugyanez a problematika látszik a Star Citizen esetében is. Viszont én nagyon szeretnék hinni benne, de most megnéztem, 2012-ben vásároltam meg a támogatói csomagomat. Jó, nem fáj annyira, 20 dollár volt, és most már állónak 20 ezeréről is hajott. Tehát... De figyelj, nézzük meg, hogy mikor meg keresd meg a dátumot, és akkor a 10 éves évfordulóra iszunk egy. Igen, iszunk egy sört, ezt tuti. Szerintem most lesz valamikor, úgyhogy akkor ez lesz az új kocsma téma. Szerintem ez egy olyan alkalom, hogy miért. Egyébként játszható a játék már hosszú évek óta, és azt mondják, hogy elég jó, de én nem szeretek bétával játszani, úgyhogy... Értem, a New World is játszható. Okay. Igen. Na, pontosan erről van szó. Szegényként, tényleg annyira. Igen, de az egy olyan metajáték, ami, hogyha egyszer megjelenik, vagy ha nem is jelenik meg, ez lesz a jövőt, és ráadásul VR-ben. Tehát ott ugye az a helyzet, igen, ott az a helyzet, hogy ott ha akarsz, akkor kalózkodsz egy űrhajóval, ha akarsz, kiserakod a lába az űrállomásról, csak kraftolsz, és eladod a playereknek. Ha te, mit tudom, én most mondok egy nagyon extrém példát, mert ez is működni fog benne, hogyha te mondjuk Fortnite rajongó vagy, és a Battle Royale-t szereted, vannak olyan arénák, ahol erről szól, megvásárolod attól az embertől, aki ott kraftol a legjobb cuccokat, elmész, és Battle Royale. Tehát ez egy nagyon komoly dolog, és előbb-utóbb lesz ilyen, csak nem tudom, hogy előbb vagy utóbb. Tehát... Majd annak nézzék, kérlek utána, hogy tábortűzben eljárt. Arra gondoltam, hogy esetleg leülhetnénk pár órát. Igen, és ott gitározgatni, és dumálni. És akkor emlékeznénk az Echo 1-et. Ja, kedves hallgatók, folytatjuk ezt a beszélgetést, mert nagyon sok minden bennünk maradt. Szeretünk volna beszélni még a kopsúterekkel, ről, kocsúterekről. Ugyanis mostanában azokkal játszunk, akármilyen kínos. Bizonyán. Akármilyen kínos. A reumás kezemben. Igen. De ennek elsősorban az az oka, hogy nincs olyan MMO, amivel tudnánk játszani jókat. Így. Szeretünk volna némi kulturális ajánlót is adni nektek, mert mindenketten megnéztük a Don't Look Up című filmet, amit jó szívvel ajánlok én részemről, nem tudom, hogy te hogy vagy vele. Jó szórakozás. Én annyira... Tehát jó. De nem érzem azt, hogy 6 év múlva erre a filmre még visszagondolna bárki. Van egy elképzelésem erről, de talán a jövő alkalommal. Hát és egy nagyon erős társadalomkritika, úgyhogy azt kérem, hogy nézzétek meg, és akkor spoileresen is tudunk róla majd beszélni a következő alkalommal. És hát ez szempontból még annyit szeretnék hozzátenni az időnkről, nagyon rövid, tehát kulturális ajánlásként, hogy olvassatok minden nap. Így van, nem kell sokat, 10 oldalt. Így, az is segít. Tehát karbantart. Én többet már nem is tudok, mert általában este szoktam ezt előadni, és be is alszom rajta, de akkor ezt a könyvet, amit te olvasol most, meg amit majd én olvasok most, arról is a következő adásban fogunk beszélni. Megtaláltok minket az IVI-ben. Ha nem tudjátok, mi az az IVI, akkor keressetek rá az Altavisztát. Annyit elárulok, hogy az IVI az olyan, mint a Facebook, csak sokkal előbb volt, és hogyha azt fejlesztették volna tovább, akkor Magyarország lenne Zuckerberg bácsi, és kurva gazdagok lennénk. De hát nem. Azon kívül megtaláltok minket minden közösségességi portálon, És egyébként a városban is gyakran megtaláltok minket, csak nem fogjátok tudni, hogy mi vagyunk. Így van, és nem tudjátok, hogy melyik városban. Mert több városban is előbb. Magutatszunk. Akár egyszerre is. Hallgassátok a podcastet, ott vagyunk Spotify-on, iTunes-on, az összes fő podcast oldalon, sőt, még a YouTube-on is,
olvassátok a gamekapocs.hu-t, gyertek a Discordra dumán és játszani velünk. Köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok. Gyertek máskor is. Gyertek máskor is, jövő hónapban találkozunk. Sziasztok. Ciao.